Február 15-én szerda este, jó estét kívánok, a Tatai Televízió napi híradóját látják, maradjanak velünk! Rendkívüli ülést hívott össze az önkormányzat képviselőtestülete. Soron következő ülését tartotta a Humán és Ügyrendi Bizottság. 11 napirendben döntött a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság. Ismét egy kivételes fotóművész életművét mutatja be a múzeum. Az elmúlt hetekben folytatta az egyeztetéseket Tataváros önkormányzata a Volánbusz ZRT képviselőivel a tatai helyi közösségi közlekedés rendjének optimalizálása érdekében. Ennek része az új menetrend és útvonal elkészítése. A próbahónap tapasztalatai alapján most a véglegesítésről döntött a testület. Végeredményről azért nem beszélhetünk, mert ez egy állandó mozgásban lévő rendszer, a városi tömegközlekedés. Igyekszünk mindig nem csak a kényszer miatt, hanem a tényleg aktuális igények szerint is alakítani a városi tömegközlekedést, magyarán az autóbusz, helyi autóbusz közlekedést. Ugye az elmúlt időszakban néhány változás történt, ezekből az egyik az, hogy a Tatán keresztül menő helyi közi, tehát két település között közlekedő autóbuszokra nem vonatkozik az a régi szabály, hogy a helyi járati jeggyel vagy bérlettel föl lehet rá szállni. Ez egy nagyon fontos distinkció, azt fontos megjegyezni. Ez egyedül Agostyán esetében maradt meg a városban, tehát aki Agostyánba felszáll egy bármilyen arra közlekedő buszra, megteheti helyi bérlettel. Az egyestől az összes többi járat pedig, amelyek a városban a helyi forgalmat bonyolítják, ott pedig a menetrendet kellett átalakítanunk. Egyrészt, hogy jobb legyen, a utas közönséget jobban szolgálja. Másrészt pedig azért, mert hogy azt szerettük volna elérni, hogy egy kicsit olcsóbb legyen. Ezért mintegy 15 ezer kilométerrel éves szintet értve ez alatt csökkentettük ezeknek az autóbuszoknak a kilométerét, és ezt direkt fogalmazok így, mert ez nem azt jelentett, hogy megszűntek járatok, van, ahol muszáj volt megszüntetni, mert egyszerűen nincsen rá olyan érdeklődés, ami finanszírozhatóvá teszi azt a járatot, de többnyire okos átrajzolással és kiigazításokkal, az útvonal egyéb módon való megtervezésével sikerült ezt a 15 ezer kilométernyi csökkenést elérni. Ez mintegy 10 millió forint megtakarítást jelent a városnak a következő időszakban, ebben az esztendőben. Összességében ez az új menetrend március 4-én szombaton lép életbe, és onnantól kezdve már ez a menetrend lesz érvényes, amelyet ma elfogadott a képviselőtestület, és azért hívtam erre össze rendkívüli testületi ülést, hogy a lehető leggyorsabban már ez az új jó menetrend, jelen tudásunk szerint a legjobb menetrend léphessen életbe. Ezért volt ma szükség a rendkívüli ülésre, amelyen ezt a döntést meghoztuk. A menetrendet nagyon gyorsan ki fogjuk függeszteni, és mindenhol hirdetni fogjuk. A Volán átragasztja, ahol kell a menetrendet, ahol digitális, ott már ezt írja ki. És mi is a város felületein tájékoztatást adunk erről az új menetrendről. Ez még mindig azt jelenti, hogy még mindig kb. 100 millió forint lesz az az összeg, amit évente a városnak többletként ki kell fizetni a helyi közlekedésért. Éppen ezért arra szeretném fölhívni az utasok figyelmét, és kérni külön a sofőröknek a figyelmét is, hogy jegy nélkül ne utazzon senki. Aki felszáll az autóbuszra, azt a 350 forintot, vagy a bérletét, vagy azt a jegyárat fizesse ki, amiért jegyet kap, amivel utazhat legálisan, tisztán, normálisan. Tessék úgy fölfogni ezt is, mint a csoki lopást, tehát csokit se lopjuk el a boltból, az autóbuszon sem illik más pénzén utazni, mindenki a saját pénzén utazzon, ami aránylag nagyon-nagyon alacsony a mondjuk más városok tömegközlekedéséhez mérten is. Nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek az együttműködést, külön bizottságot hoztunk erre létre, köszönöm az ottani együttműködést a bizottsági tagoktól, több mint 50 észrevételt kaptunk a tataiaktól, azt is nagyon köszönöm, és a Volánbusz ZRT-nek is nagyon köszönöm az együttműködését az új menetrend megalkotásában.
A soron következő képviselőtestületi ülés munkáját készítette elő a Humán és Ügyrendi Bizottság ma délelőtt a Városházán tartott ülésén. A felek 13 napi rendi pontot tárgyaltak, melyek közül a legfontosabbakat a bizottság elnöke foglalta össze. A Humán és Ügyrendi Bizottság mai ülésén 13 napi rendi pontot tárgyaltak a felek, ebből egyet zárt ülésen. A sorban 5 pont volt rendelettervezettel kapcsolatos, 3-ban saját hatáskörben tárgyaltak. A rendelettervezetek közül a legfajsúlyosabbnak az idei költségvetést ítélte meg a bizottság elnöke. Megköszönöm annak, aki hivatal munkatársainak, akik előkészítették ezt a rendeletet, mert valóban, hát egy takarékos rendeletet készítettek elő, tekintettel ugye az új energiaárakra, meg az inflációra, amit szoktunk emlegetni. Nagyjából hasonlít az eddigi évekhez. Annyi a különbség, hogy a működési részaránya a felhalmozáshoz képest valamelyest nőtt. Tehát tulajdonképpen így a felhalmozás arányaiban egy kicsit szerényebb lett, de hát nyilván, hogy a lehetőségeinket figyelembe kell venni. Saját hatáskörben tárgyaljuk például az önkormányzati alapokra benyújtott pályázatokról szóló beszámolókat. Ugye ezúton is egyrészt azért köszönöm a civil szervezeteknek, hogy továbbra is pályáznak az alapjainkra, és nagyon gazdag, változatos programokat valósítanak meg. Erről kapunk most beszámolót, amit el kell fogadni a bizottságnak, illetve van még két olyan napi rendünk, ami szintén civil szervezetekkel kapcsolatos. Az egyik egy beszámoló, arról beszámoló, hogy mennyit, milyen támogatásban részesültek a civil szervezetek. Ez a tavalyi évben durván 115 millió forint volt, amire elmondhatom, hogy az egyik legjobb befektetése az önkormányzatnak, hiszen olyan dolgokat valósítottak meg a civil szervezetek, amelyek önkormányzatnak részben kötelező, részben önként vállalt feladata, és nélkülük ezeket a dolgokat nem tudtuk volna megvalósítani. Ezzel gazdagodott Tatának a kulturális élete, a lehetőségei a tataiaknak bővült, sport akár, tánc akár, kulturális tevékenységet folytassanak. Illetve még egy napirendi pont foglalkozik áttételesen a civil szervezetekkel, hiszen kapunk egy tájékoztatást arról, hogy 2023-ban milyen programokat tervezünk. Ebben benne van az önkormányzat cége által tervezett programok, illetve azok a vállalkozások, illetve civil szervezetek is, amelyek oroszlán részt vállalnak abban, hogy hát gazdag legyen a tatai program, és ezt a tervet bízunk benne, hogy sikerül is megvalósítani. Költségvetési kérdéseket, rendelettervezeteket tekintettek át a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság tagjai. A grémium aktualizálta a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodását, és döntött az országos mentőszolgálat kéráméről is. A 2022. évi költségvetés kérdéseivel kezdte meg a munkát ma délután a Pénzügyi és Városfejlesztési Környezetvédelmi Bizottság a Városháza dísztermében. Az inkább technikai módosítások után már a 2023. évi pénzügyi kérdésekre tértek át. Valószínű, hogy az energia árakkal kapcsolatos betervezett tételekről esetleg vita is alakulhat ki, illetve az biztosan ott lesznek majd kérdések is itt a külső bizottsági tagok, illetve a képviselői jogú tagoktól. A harmadik ugye a szociális ellátásokról szóló rendeletünknek a módosítása. Ez is sajnos ugye az inflációs adatokhoz kapcsolatban kell emelni valamennyit a térítési díjakon. Van a negyedik, ez a rendelettervezett temetők és temetkezés rendjére. Ez már korábbi ülésen már egyszer bejött, most újra naprenden van. A közterület helyi szabályozásáról ugye ez a Covid időszakban már előjött, ugye akkor volt erre egy szabályozás, hogy nem szedtünk be díjakat. Most a díjszabás, hát nyilván itt is valamekkora fokú emelésről, illetve hozzá kell nyúlni ezekről a díjakról. A hatos az a hatos napi rendi pont a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-nek. Ez a évenként meg kell ugye újítani a közhasznúsági megállapodást. Van a mentőszolgálatnak egy kérelme, itt a felújítás idején egy kölcsön lakás biztosításáról van szó. És emellett van még két önkormányzati tulajdonban levő terület hasznosításához kötődő. Az egyik Újhegybe, ott szeretne ezen a területen egy zöldségtermelő gazdálkodni. Szintén ilyen technikai jellegű, a gazdasági hivatal a intézményvezetője részére egy pályázatot kell ugye kiírni, itt ugye letelik az a mandátum, és ezt kell, ez szükséges majd
újra kiírni, és akkor a forgalmi rend módosítására irányuló kezdeményezésekről. Hát itt van közte bicikli forgalmat érintő, például Vágó utca, Malom utca környékén ott kell, volt több lakosság észrevétel is, illetve az Adi Endre úti átjáróba, ugye ott, ahogy az Egység utcához megyünk át, ott sokan beparkolnak, és nem lehet ott átmenni, van egy ilyen kis átjáró, ezt akik arra járnak nap, mint nap, azok jól tudják, úgyhogy hát csak érzékeltetve hasonló dolgokról lesz szó itt a forgalmi rendváltozásoknál. Ma már az utolsó simításokat végezték a múzeum munkatársai legújabb február 16-án megnyíló kiállításukon. A tárlat Markovics Ferenc Balázs Béla díjas fotóművész, fotóriporter, érdemes és kiváló művész életművéből válogat 5 tematikus blokkban. Az életút legjelentősebb darabjait állították ki. Rendszeresen jelentkezik a Kunidomokos Múzeum fotóművészeti kiállításokkal, sorozat törekvése, hogy minden évben legalább egy olyan alkotót bemutassanak, akinek az életműve országos, nemzetközi jelentőségű, így nyerhet szélesebb betekintést a tatai közönség a hazai fotós életbe. Keleti Éva után most Markovics Ferenc alkotásai kerültek fel a Kandallós terem falára. Filmforgatások hátterét, a színészeket örökítette meg, filmplakátokhoz készített fotókat. Ezen kívül a 80-as évektől ő volt a Filmszínház Muzsika című kulturális heti lap képszerkesztője, tehát nagyon speciális rálátása volt a hazai művészeti élet, a színházi, a filmes és a zenei élet szereplőire, és az ő életüket, munkásságukat dokumentálta. Részben színpadi felvételeket készített, de megmutatta ezeknek a művészeknek a színpad mögötti életét is. Érdekes, hogy ebben a vonatkozásban egyébként a kiállítás tematikája egy picit hasonlít és reflektál is a tavaly bemutatott Keleti Éva kiállításra, hiszen Keleti Éva is hasonló területen dolgozott. Ez véletlenül alakult így, de legalább egy jó alkalom, hogy ezt a két kicsit hasonló életművet össze tudjuk hasonlítani. A tárlatot több tematikára osztották, benne Markovics Ferenc filmezéssel kapcsolatos kulisszatitkokat megörökítő pillanataival, de akadnak színészekről, színésznőkről egészen közeli felvételei, a kevésbé ismert természetfotói és a méltán nemzetközi hírű jazzzenészek sorozata. Itt érdemes elmondani, hogy Markovics Ferenc világhírű jazzzenészeket is előszeretettel fotózott, ő maga is nagy rajongója volt a jazznek, és hát készített olyan fotókat, például van egy Louis Armstrongról készült fotója, amelyik a nemzetközi sajtót is megjárta, és a Louis Armstrongról egyik legtöbbet idézett, bemutatott fotóvá vált, mert annyira jellegzetesen az ő emberi minőségét, egyéniségét annyira jól megragadó fotó lett, de Ella Fitzgeraldról, Oscar Petersonról is nagyon jó felvételei vannak. A kiállítás február 16-án délután 5 órakor nyitja meg hivatalosan is kapuit, illusztris vendégekkel, akik maguk is sok érdekességgel szolgálnak majd a látogatóknak Markovics Ferenc életművéről. A képek másfél hónapig vendégeskednek városunkban. Zajlik a szavazás az Európai Évfája címért. A versenyen a Cseketó partján álló ikonikus Platánhíd is részt vesz, hiszen korábban a hazai Évfája versenyt is megnyerte. A tatai Angolkert fa matuzsálemére február 28-áig voksolhatnak az interneten, a képernyő alján olvasható elérhetőségen keresztül. A nagy érdeklődésre tekintettel újra megnyitotta a regisztráció lehetőségét az Esterházy Énekegyüttes a Ráodászól című koncertjére. Az eredetileg február 18-a 17 órára meghirdetett eseményt 18 óra 30 perctől megismétlik, erre az időpontra még vannak szabad helyek. Szerda esti híreink következnek röviden. Rendkívüli ülést hívott össze az önkormányzat képviselőtestülete. Soron következő ülését tartotta a Humán és Ügyrendi Bizottság.
11 napirendben döntött a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság. Ismét egy kivételes fotóművész életművét mutatja be a múzeum. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Február 15-én szerda este a Tatai Televízió napi híradóját látták. A folytatásban hírszemlével és magazinműsorra jövünk vissza hamarosan, ha tehetik, maradjanak velünk, viszontlátásra!